Jó napot kívánok, sziasztok! A Fekete Flotta fenyegetési trilógia utolsó része ott kezdődik, ahol az unalmas hazugságok pajzsa befejeződött, és nem sokkal jobb nála. Az általánostól eltérően itt a leírások számomra nem voltak egyértelműek, főleg a vagabond és a csata jelenetek esetében. A regényt az összevisszaság jellemzi, le akarja zárni a béna és kiábrándító történetet új dolgok bemutatásával, de a megvalósítás nyögvenyelős. Szerintem a trilógia történéseit a lényegre fókuszálva egy regényben is meg lehetett volna írni, ami több szempontból is előnyösebb lett volna. Az anyját kereső Luke már megint határozatlan, de aztán csak sikerül összeszednie magát és egy kicsit tökösen viselkedni, továbbá üdítő volt látni, hogy végre valami hasznosat is csinál. Az önző, elkeseredett Akanak minél hamarabb a fehér áramlathoz akar érni, mely során az olvasó a falon a szikról olyan baromságokat tudhat meg, melyek Star Wars környezetben szürreálisak. Sőt, a Spiné az egyik legrosszabb női karakterdíjra is pályázhatna. Lando, Lobottal és a két droiddal még mindig a hajó titkait kutatja, és nem tudja, melyik részén vannak, illetve mit hasznosíthatnak. Alig akarnak egyről a kettőre jutni, de a vége legalább elviselhetően érdekes lett. Han Solo felméri a helyzetet, a rendelkezésre álló eszközöket, gúnyolódik, és nekem úgy tűnt, hogy még a 90-es években írt, a korszakban játszódó regényekre jellemző átlagos formáját se hozza. Egyszerűen csak van. Leia természetesen megint aggódik férjéért, miközben az ellene bizalmatlansági indítványt benyújtó ellenzékkel küzd. Ez a politikai szál, ami szerintem a regény pozitívumaihoz sorolható, még úgy, ahogy elmegy, egyszer idegesítő, máskor érdekes. Chewbacca jelenetei számomra pozitívumként hatottak. A Wookie fiával, Lumpavarumpal a halál kútja az indul, hogy szemmel kíséri a nagy krúva válásához és az új név viseléséhez szükséges vadászatot, majd egy bajba került közeli ismerőse segítségére indul. Tetszett Chewie dükkitöréseinek ábrázolása. Tetszett, hogy magyarul olvasható teljes mondatokban nyilván sirivuk nyelven beszéltek a Wookiek, így az érzéseiket és a gondolataikat is közvetlen formában ismerhetjük meg. Viszont a mással hangzó hegyekből álló szavak létrejöttét számos félrenyelésnek köszönhetjük szerintem, melyek elolvasása során én is majdnem megfulladtam. Komolyan mondom, ezekhez képest a Misrón uralkodó és a Chaffon Bintránó nem is annyira nyelvtörő. Azt pedig végképp nem értem, hogy miért nem fordítottak le egyes kifejezéseket, míg másokat igen. A kedvencem Chewbacca angol és magyar becézésének keresztezése. Nils Spár jevet a Alkirálynak a külvilág felé félelmetesnek tűnő két jelenetén kívül semmi haszna sincs. Csak egy légből kapott, ürügyként szolgáló ellenség, még a kultúrájukat sem bővítette ki kielégítő mértékben a szerző. Szerintem ez egy kihagyható trilógia, és mivel az eseményekre csak pár, főleg magyarul még meg nem jelent regényben tesznek pusztán említést, így nem is képez előfeltételt. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!